Én nagyon sokat vizsgálom azt, hogy miért nincs aranykor a földön. Miért nem tudunk egy olyan állapotot kialakítani, ami békés, kiegyensúlyozott. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember erre vágyik, szeretnénk visszabillenteni ezt a nagyon nehéz állapotot, korszakot, egy harmonikusabb rendbe. Szerintem nagyon sok ember van itt azért, hogy ezt a feladatot teljesítse, és folyamatosan azért kutatunk, hogy ezt az állapotot létre tudjuk hozni fizikálisan is. Nagyon sokat vizsgálom az összefüggéseket. Szerintem, hogyha végighallgatjuk az elmúlt több mint 370 adást, akkor mindegyikben találhatunk egy olyan momentumot, ami erről szól. És én azt gondolom, hogy valamennyi adás összefügg. Tehát, tulajdonképpen én most már majdnem négy éve próbálom ezeket az összefüggéseket megmutatni, feltárni és együttesen vizsgálni. Nagyon sok oldalról megközelítettem már ezt a témát. Nagyon sok mindent feltártam, és folyamatosan azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne fizikálisan elhozni a rendet. Megteremteni és így is lenni, így maradni. Szerintem ez az egyik legnehezebb feladat, de én arról is beszéltem már nagyon sokszor, hogy nem véletlenül vagyunk itt, tehát valószínű, hogy jól érezzük azt, hogy nekünk mi a dolgunk, mi a kötelességünk. A hindú időszámítást nagyon sokszor alapul veszem, hiszen a tegnapi adás is pontosan erről szólt arról, hogy tulajdonképpen még a Kali Jogában, a démoni érában élünk, és arról is szoktam beszélni, hogy az aranykor, ami állítólag ezt a korszakunkat fogja követni, az mennyiben másabb, miben különbözik. Nagyon sokszor vetem össze ezt a kétféle állapotot, és hát ugye azt látjuk, hogy nagyon különböznek eme szegmensek. A mai korszakunk egy teljesen elidegenedett, és szerintem egy nagyon lebutított korszak, viszont az aranykor, nevezzük szátja júgának, pedig ennek totálisan az ellenkezője. Én arról is beszéltem már, illetve felvetettem egy olyan kérdést, hogy vajon az aranykor... Vagy nevezzük Szátyajúgának, ez a nagyon kiegyensúlyozott korszak élhetette már, volt-e valaha fizikális szintem. Nekem van egy olyan gondolatom, hogy ez fizikálisan a Földön nem tudott egyelőre megnyilvánulni, pontosan azért, mert olyan magas az energetikája, a rezgés szintje, és azt is mondhatnám, hogy a tudat állapota, amit igazából szerintem ez a földi állapot, a fizikális létmód nem bír el. Nagyon sokszor beszéltem már arról is, hogy fontos lenne azt vizsgálni, hogy az anyaggal hogyan lehet kísérletezni, mi az, amit az anyag elbír, mi az a legmagasabb rezgés szint, amit fizikális mi voltban elbírunk, amit tudunk vinni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy például a testek sem bírják el ezt a nagyon magas rezgés szintet, és hát ugye én ezt vizsgáltam globálisan is, nem csak egyénileg, és én azt mondtam el, azt vettem föl, hogy szerintem éppen ezért. Fizikálisan, globálisan nem tudott még létrejönni az aranykor, ez csak egy magasabb szellemi rendben él az emlékezetünkben, és ezeket az emlékeket, ismereteket is onnan hozzuk. Nagyon érdekes, mert találtam egy momentumot, egy mondatot, amivel valamilyen szempontból alá is tudom támasztani ezt a felvetést, és pont a tegnapi. Adásban hangzott el, tehát valamilyen formán a mai, a tegnapi folytatása. Ugye arról beszéltünk, és arról írnak a Szent Iratok, és a védákban is lehet olvasni, de hát a Bibliában is, és én azt gondolom, hogy az emlékezetünkben is pontosan ez az ismeret él, hogy az aranykorban nem jelent meg szenvedés. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy Éppen ezért nevezzük ezt az állapotot aranykornak többek között, mivel, hogy ebben a korszakban nem jelent meg maga a szenvedés. Nekem ez azért érdekes, és azért vet fel nagyon sok kérdés bennem ez a mondat, mivel, hogy azt tanultuk, és arról is beszélünk nagyon régóta, hogy csak szellemi szinteken nem valósul meg szenvedés, a Földön, anyagban, fizikális, mi voltban, mindenképpen. És hogyha ez így van, akkor én azt gondolom, hogy aranykor, vagy mondjuk úgy, hogy éden, még nem jöhetett létre a Földön, hiszen arról beszéltünk, hogy csak a szellemi berkekben nem valósul meg a szenvedés, és ahogyan lejövünk testekbe, ahogyan megvalósul már ez a fizikai mi volt, rögtön megjelenik a szenvedés. Jó kérdés az, hogy a teremtés kezdetén volt-e szenvedés, hogy ez rögtön megvalósult-e, és hogy az édennek nevezett állapotban, mert szerintem ez egy állapot volt, és nem egy konkrét hely, ez létrejött el. Szerintem az éden nem a Földön valósult meg, nem fizikális viszonylatban, hanem egy magasabb tudatosságban, a szellemi rendben. Tehát én azt gondolom, és egyre inkább azt érzem, és szerintem ez a mondat is ezt bizonyítja, hogy a Földön még nem volt paradicsomi állapot. Ha volt, akkor nagyon rövid ideig, de ha arról beszélünk, hogy a fizikális mi voltban rögtön megjelenik a szenvedés, mert tulajdonképpen ez az életnevű műfaj, ez szenvedésekkel teli, akkor nem lehetett szenvedés nélküli létforma, a Földön, ergo aranykor sem volt, ergo éden sem volt. Ugye arról beszéltünk, hogy az aranykorban nincs szenvedés. És hogy tulajdonképpen mi egy ilyen állapot felé igyekszünk, és hogy elvileg ezt a nagyon erős démoni korszakunkat az aranykor fogja váltani. Nem tudom, hogy ez fizikálisan létre tud-e jönni. És akkor most vegyük ide, és szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, a történelmi butha kinyilatkoztatásait. Ugye ő is azt mondta, azt vázolta fel, hogy a fizikális élet mi volt szenvedésekkel teli. És ugye ő is azt szerette volna megtudni, hogy hogyan lehetne szenvedésmentesíteni a fizikális létet. Hangsúlyozom, nem az életet. Mert az élet a sokkal tágabb kategória, mint a fizikális mi volt, az élet túlmutat a fizikális létformám a földi léten, és hát én azt gondolom, hogy más dimenziókban is uh, ugyanúgy élet alakult ki, és a szellemi létformára is nyugodtan mondhatjuk, hogy az élet, vagy az az igazi élet, és lehet, hogy most vagyunk egy kicsit ilyen halottabb állapotban miután ugye bekerültünk testekbe. Én egyébként arról is beszéltem már, hogy szerintem, amikor a szabad lélek testet ölt, vagy elkezdi mozgatni ezt a testet, a fizikumot, az valamilyen formán az a lélek halála. Mert van egy szabad rendszer, egy szabad energetika, ami hozzá kapcsolódik egy ilyen nagyon nehéz fizikális állapothoz, és tulajdonképpen sok-sok évtizedet kell így eltölteni. szerintem ez mindenképpen, hát, ha nem is a halála, de egy olyan korlát, egy olyan visszahatás, visszahúzás, és azt is mondhatnám, hogy egy olyan lebutított állapot, hát amiben szerintem azért a lélek valamilyen szempontból meghasonul. Én azt gondolom, hogy mindenki meghasonul, miután teste tölt, és idejön a földre, és elkezdi ezt a földi pályafutást, mivel hogy totálisan ellentéte a szellemi létformának, és annak, amikor csak lelkiségben élünk, és nem kapcsolódik ehhez a mi volthoz egy test, egy forma. Tehát tulajdonképpen szerintem itt valamilyen szempontból meghalunk. Tehát én ezt érzem, azt is érzem, hogy mindenképpen egy lebutított változatban élünk, ami szerintem nagyon nem jó, és ugye próbálunk ebből kitörni. Ugye nagyon sokan elkezdték azt vizsgálni, hogy hogyan lehet a körforgásból kilépni hogyan lehet itt hagyni a szamszárát, hogy ne kelljen újra születni nagyon sokszor. Hát ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy Buddha is ezt tanulmányozta, és fel is vázolt nagyon sokféle tételt, arra nézve, de főleg egyet, a középutat, hogy hogyan lehet ebből az egészből kilépni. Azt látjuk, hogy ez igazából nem nagyon sikerült, hiszen nem tudom, hogy van-e olyan, aki totálisan ki tudott lépni a szamszárából, és már nem kellett ide visszaszületni, Születnie. Szerintem a létezők minimum 80%-a automatikusan visszaszületik. Én azt mondom még most is, hogy 1-2% az, aki maximum ki tudott lépni a körforgásból, a szamszárából, és nem kellett újra teste töltenie. Jó kérdés, hogy velük mi van, és jó kérdés az, hogy vajon ők szenvednek-e. Ugye nagyon sokan arról beszélnek, hogy Istennek is vannak fájdalmai, Istennek is vannak szenvedései. Hát ez azért jó kérdés, mert ugye Isten nincs testben, tehát ő nem öltött fizikumot akkor nem értem, hogy például ő hogyan szenvedhet, plusz ugye azt tanultuk, hogy a szellemi síkokon, a szellemi létformában nem fogalmazodik meg szenvedés, pláne úgy, hogy én azt gondolom, hogy Isten egy aranykori rendszer. És ugye arról is beszéltünk, hogy az aranykorban nincs szenvedés. Tehát nagyon jó kérdés az, hogy miért csak a földön alakult ki szenvedés, miért csak fizikális mi voltban, és hogyha ez így van, akkor egyáltalán a földön volt-e valaha éden. Vagy ez elveszett az idők során, vagy azt is mondhatnám, hogy ez igazából ez csak egy ilyen vágyálom, egy kivetítés, és soha nem jelent meg a paradicsomi állapot. Hát ugye az is nagyon jó kérdés, hogy ez a történet kiáltal van kinyilatkoztatva, hogy ő honnan hozza az emlékeit, vagy azok, akik ezt vallják. Nekem egyre inkább az az érzésem, hogy a Földön nem tudott és nem is tud megjelenni ez az állapot. Mivel a paradicsomi állapot az az állapot, amiben rend van, ami a szenvedés mentességről szól, egy olyan magas energetikával rendelkező állapot, egy olyan magas rezgés szintű mi volt, millió, amiben szerintem nem tud megjelenni az anyag, a fizikum, mivel a fizikum egy sokkal alacsonyabb rendű állapot, és azt sem mondhatnám, hogy egység, mert itt nincs egység, tehát a Földön nincs egység. Ez egy rendezetlen állapot, egy rendezetlenség, ami jelen van, és én azt gondolom, hogy mivel ez egy olyan magas szinten élő, rezgő állapot, ezért a fizikum, mint olyan, nem bírja el. Tehát én azt gondolom, hogyha itt éden lenne, vagy legalábbis most, akkor itt szétesne ez az egész. Tehát nem tudjuk megjeleníteni a harmonikus rendet a Földön, és hát látjuk is, és azt látjuk, hogy egyre inkább kiszakadunk ebből az állapotból. Ugye, hogyha nézzük a hindú időszámítást, a kronológiát, akkor elvileg ez az egész itteni történet kezdődött az aranykorral. És utána egyre inkább hanyatlott ez az egész rendszer, és eljutottunk a béka hátsó fele alá, mögé, mivel, hogy most szerintem a legbutább, legsötétebb korszakot éljük, és ugye ebből szeretnénk kimászni, és újra megalapozni az aranykort. Tehát ugye ez egy ilyen folyamatos hanyatlásnak indult be ez az egész, és folyamatosan hanyatlott az itteni létezés, hogy egy globálisan, együttesen vizsgáljuk ezt az egészet, és most eljutottunk egy olyan pontba, ami után nem tudom, hogy lehet-e ezt még így folytatni, vagy automatikusan ki kell ebből lépni, és meg kell teremteni az aranykort, bár szerintem ez nem fizikálisan fog létrejönni, hanem szellemiségben. És akkor ott valóban nem lesz uh, szenvedés. Egyébként nekem is van egy ilyen emlékezetem gyerekkorom óta. Tehát, uh, amikor én a tudatomra ébredtem, akkor én rögtön arról kezdtem el beszélni, hogy ahonnan mi jövünk, mi származunk, ott nincs szenvedés, ott nincs halál. Én nem is értettem azt, hogy mi az, hogy halál. És nem is értettem azt, hogy az emberek tulajdonképpen miért dőlnek be ennek az állapotnak, hogy miért hisznek neki, amikor ilyen nincs. A fájdalmakat sem értettem, a betegségeket sem, és azt mondtam, hogy ahonnan mi jövünk, ott egyik sem fogalmazódik meg. Én nem is igazán értem, hogy itt miért vannak ezek az állapotok, miért kell ezeket átélni. Nagyon furcsán tekintettem rájuk, de egyébként most is. Mert hogy nem ez a természetes állapotunk, ez biztos. Nagyon sokan nem innen jövünk, nagyon sokan egy magasabb tudatállapotból szálltunk alá, de mivel fizikai testet öltöttünk, ezért ránk is vonatkoznak ezek a törvényszerűségek sajnos. Bár azért azt is hozzá kell tennem, hogy én gyerekkoromban nem igazán voltam beteges, és nagyon sok dolog nem hatott rám, ami úgy általában a fizikumra hat. Tehát én nagyon sok mindent így ki tudtam küszöbölni, és hát azt is mondhatnám, hogy most is. Az más kérdés, hogy ha az embernek lecsökkentik az energetikai szintjét, a rezgés szintjét, és próbálják ellehetetleníteni, akkor sokkal többet lesz beteg, sokkal többet lesz uh, rossz állapotban, mint akkor, hogyha meghagyják ebben a teljes tudatosságban. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy az embereket és a gyerekeket meghagyják ebben a nagyon magas rezgés szintben, főleg úgy, hogy a mai gyerekek szerintem nagyon magas rezgés szinttel érkeznek, de ez egyébként igaz volt a 80-as évekre is, tehát az én korosztályomra, mivel hogy 80 óta emelkedik a bolygó rezgés szintje, és én úgy gondolom, hogy a 80-as évjárat éppen ezért nagyon jó. Tehát akik 80-ban születtek, ők biztos, hogy... Hát azt is mondhatnám, hogy nagyon tudatosak, de szerintem ők valamilyen szempontból aranykori gyermekek, emberek. Tehát a 80-asok, hát ők szerintem biztos, hogy egy magasabb rendből érkeztek. Azért azt is vizsgálni kell, hogy évenként milyen korszakok vagy állapotok vannak, tehát nem csak a nagyobb ilyen intervallumokat kell figyelembe venni, és nem csak mondjuk az évszázadokat, hanem azt is, hogy évenként milyen emberek jöttek ide, tehát szerintem pont a 80-as időszak, vagy az 1980 az, ami egy magasabb rezgés szinten élő rendszer volt, időszak, év. És azt is mondhatnám, hogy később is jöttek ide olyanok, akik magasabb rezgés szinten rendelkeznek amit egyébként lehetett is tapasztalni, bár ugye azért azt is tudjuk, ugye, hogy a, a földrezgés szintje az folyamatosan emelkedik, és ugye most eljutottunk már egy olyan szintre, hogy egész magas értékeket mutat a suma rezonancia, és szerintem ez nagyon szorosan összefügg azzal, amit mondok, de hát ugye erről is tartottam már elég sok adást, előadást. Szóval szerintem azt kell megvizsgálni, és mindenképpen innen kell kiindulni, és ahogyan mondtam már a korábbi adásokban, hogy én biztos, hogy azt fogom vizsgálni, hogy miért jelenik meg szenvedés a Földön. Hogy miért csak a fizikális mi voltra igaz ez, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni. Viszont, ha ez a mentesség csak a szellemi szinteken valósul meg, tehát szenvedésmentességről csak a szellemi szinteken beszélhetünk, és úgy, hogy csak egy magasabb tudatállapotban érhetjük ezt el, fizikum nélkül, akkor egyrészt jó kérdés az, hogy mit keresünk mégis fizikumban, tehát akkor tulajdonképpen mi ezzel együtt vállaltuk a szenvedést, tehát mi tudtuk azt, hangsúlyozom, tudtuk, hogyha mi idejövünk és testet öltünk, akkor szenvedni fogunk. Másrészt az a kérdés, hogyha már eleget szenvedtünk, és a szenvedés által mint katalizátor által nagyon sok mindent kihoztunk saját magunkból, akkor hogyan tudunk kilépni a szamszárából, a körforgásból, hogy ne kelljen újra ide születni, és ha kiléptünk, akkor ott milyen feladataink lesznek tovább. Szóval szerintem azt is vizsgálni kellene, hogy akik esetleg ezt már meg tudták tenni, hogy ővelük most mi van. Nem tudom, hogy erre a kérdésre valaki tud-e válaszolni, hogy van-e olyan, aki totálisan ki tudott lépni a körforgásból, és már nem kellett újra születnie, és szellemi szinteken foglalhat helyet. Plusz az is nagyon jó kérdés, hogyha ezt valóban meg tudjuk csinálni, hát nyilván egy-két emberről beszélek, tehát, hogyha most a föld lakosságát nézem, akkor azt mondom, hogy kb. egy-két ember fog tudni kilépni a szamszárából a közeljövőben, több biztos, hogy nem. Hogyha ők kilépnek ebből, ez az egy-két ember kell, és már nem kell emberi alakot ölteni, ergo nem kell fizikális testeket mozgatni, hogy ők mit fognak tenni, hogy az ő feladatuk mi. Hát szerintem én az elmúlt 370 adásban erről beszéltem folyamatosan erről beszélek, meg még fogok is, és hát fel fogom vázolni azt, hogy milyen feladataink lesznek később, és hogy mennyivel másabb ez a létforma, mint a fizikális létforma. Mert számomra nagyon alantas ez a fizikális létmód, szerintem ezt manapság nagyon sokan érezhetik, és hozzám is nagyon sok olyan emberkel jelentkezik be, aki tulajdonképpen azt mondja el, hogy nagyon szívesen hátrahagynám már ezt a földi fizikális létezést, és szeretne egy magasabb szinten megvalósulni. Én igazából egyre több ilyen emberkével találkozom, egyre több olyan ember van, aki ír nekem, és egyébként főleg a nők, mivel hogy ők nagyon erős ilyen szellemi vezetést képviselnek, akik női testben élnek, mert hát tudjuk azt, hogy azért, mert az ember női testben született, még nem biztos, hogy a női mi voltal azonosítja magát, meg hát ugye azt is tudjuk, hogy akik ma a női testben élnek, közülük nagyon sokan inkább férfias energiákat mozgatnak meg, vagy azt is mondhatnám, hogy egy nagyon erős férfi lélekkel mi volt a vannak jelen, tehát, hogy itt, itt beindult valami, és szerintem nagyon erősen próbáljuk a rendet mintázni. Szóval vannak olyan emberek, akik, akiken nagyon lehet látni, érezni, hogy ők a rendet mintázzák, és hogy ők egy magasabb szintről szálltak alá. De sajnos valamilyen szempontból ránk is igaz még ez a szenvedés, mert fizikumban vagyunk. De én azt is mondhatnám, illetve nagyon jó kérdés az, hogy mi volt előbb. Hiszen mi pontosan tudtuk azt, hogy mit vállalunk. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy ez fordítva igaz, és azért öltöttünk testet, hogy szenvedjünk. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan tudták azt, hogy ez így lesz. Mivel nem először vagyunk itt. Tehát tudtuk azt, hogy mi szenvedni fogunk, és ezért öltöttünk testet. Tehát lehet, hogy ez pont fordítva igaz, és ezt most így kellene tovább szemlélni. Tehát, amikor az ember, vagy ez a lelkiség, ez a lényegiség tanulni, fejlődni akar, akkor fizikális testet ölt a Földön, mert a Föld egy tanuló bolygó, egy iskola, de tudjuk azt, hogy ez szenvedésekkel fog járni. De nem tudom, hogy volt -e olyan állapot a Földön, amikor nem kellett szenvedni, amikor ez nem jelent meg, nem jelent meg a fájdalom, szerintem nem volt, és akkor menjünk vissza a teremtés történethez. Hát igen, szóval ez egy marha jó kérdés most, ami most bevillant. Én nem igazán hiszek az Ádám és Éva sztoriban, erről én már elég sokat beszéltem, de most vegyük ezt alapul hogy a jó Isten megteremtette először ugye Ádámot, aztán Évát. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez a paradicsomi állapot nem tartott sokáig, és lehet, hogy csak ők ketten voltak ebben az állapotban, de nem túl sokáig. Tehát tulajdonképpen akkor mondhatnám azt, hogy a szenvedésmentesség, ha igaz a fáma, akkor csak erre az ember párra volt igaz. Csak Ádámra és Évára, de hát ők is hamar eljátszották <laughs> ezt a dolgot, kiváltságot, és nagyon hamar rájuk is szenvedés várt. Tehát akkor még nem jelentek meg mások, ugye? Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy még csak Ádám és Éva foglalt helyet a Földön, és a paradicsomi állapotban csak ők voltak azok, akik még a szenvedésmentességet élvezhették, akkor tulajdonképpen, hát az is mondhatnám, hogy akkor megint csak igaz ez az állítás, mert akkor ez az állapot nem volt jelen. Hát kérdés az, hogy mennyi idő telt el a teremtés, és mondjuk úgy, hogy a bűnbeesés között. Hogy ténylegesen, fizikálisan mennyi idő telt el. Mert hogyha csak egy nap, akkor csak egy napig élt paradicsomi állapot a Földön. Meg hát ugye beszéljünk az aranykorról. Hát azt mondják, hogy az aranykorban milyen állapotok uralkodtak. De nem tudom, hogy ott jelente meg ember. Meg hogy egyáltalán ezt a nagyon nívós állapotot az ember, mint olyan, főleg úgy, hogyha azt mondják, hogy már bűnbe estünk, akkor ezt uh, tudta-e csinálni, tudta-e vinni. Szóval szerintem itt uh, össze kellene vetni ezeket a történeteket, és meg kellene azt nézni, hogy ez valóban így volt-e. Nem tudom, hogyha nem lenne szenvedés a Földön, hogy akkor milyen életet élnénk, hogy mennyire lennénk motiváltak. Én azt látom, hogy a legtöbb emberből a szenvedés hozza ki, a maximumot. Tehát a szenvedés, mint valamiféle katalizátor jelenik meg a Földön, hangsúlyozom a fizikális mi voltban, de mi pontosan ezért jövünk ide. Most nagyon furcsát fogok kérdezni, lehet, hogy szellemi síkokon az ember, vagy mint mi létezők, unatkoznánk. Vagy nem értük még el azt a szintet, hogy ott foglaljunk helyet. Tehát, hogy nincs megengedve az, hogy mi csupán csak szellemi szinteken és szenvedésmentesen éljünk. De ha nincs megengedve, miért nincs? Tehát miért van az, hogy itt van most 8 milliárd, majdnem 8 milliárd ember, és mindenki szenved? Mert mindenki szenved. Tehát akkor tulajdonképpen most jelen pillanatban van majdnem 8 milliárd ember, akik közül mindenki tett valami olyat, amiért nem kerülhet be a rendbe, amiért itt kell lennie, amiért tulajdonképpen száműztek bennünket, és amiért szenvedni kell és még mennyi olyan ember fog idejönni, akik ugyanígy vannak. Meg hát ugye azért nézzük meg azt, hogy hogyan nő a föld lakossága, népessége. Hát szerintem nagyon erősen. Tehát a 60-as években, ha jól emlékszem, akkor csak 4 milliárdan voltunk. Tehát 60 év alatt tulajdonképpen megduplázódott ez a szám. És most vagyunk már majdnem 8 milliárdan, hát olyan 7,8 milliárd ember van most jelenleg a Földön. De azt is mondhatnánk ugye, hogy egyre többen vagyunk, tehát akkor egyre több olyan lélek van, aki valamit még nem tett jól, akinek még tanulnia kell. Hogy ez miért van? Hát szerintem a korszakokkal is, a korszakok alakulásával is össze kellene vetni, mert szerintem ez egyenesen arányos vele. Tehát ugye arról beszélünk, hogy egyre inkább hanyatlunk. Egyre inkább hanyatlik ez a korszak és az együttes itteni lét. És egyre inkább süllyedünk bele ebbe a nagyon erős, nehéz démoni korszakba. És ez azt eredményezte, hogy egyre több ember van. Vagy azért kerülünk bele egyre inkább ebbe a. Sötét korszakban, mert egyre több olyan ember érkezik ide, vagy lélek, aki nem szerepelt jól. Most nem akarom azt mondani, hogy egyre több bűnös van, de igazából szerintem igen. Tehát egyre több olyan lélek van itt, aki nagyon sok negatív energiával él, és én azt vettem észre, hogy akik esetleg régebben jók voltak és pozitívak voltak, közülük is nagyon sokan átálltak a gonosz oldalára. Szóval szerintem ezek nagyon érdekes kérdések. És hogyha arról beszélünk, hogy az aranykorban tulajdonképpen, vagy a paradicsomi állapotban csak két ember foglalt helyet, vagy néhány ember, és utána ez az egész megdőlt, akkor lehet, hogy az is igaz lesz, hogy az új aranykorban is csak néhányan foglalnak helyet. Én egyébként nem hiszek abban, hogy mindenki át tud lépni az aranykorba. Szerintem az emberek 80%-a nem fog tudni, mivel nem így él. És nem is akarnak átállni, nem tesznek semmit érte. És amit én már nagyon sokszor kimondtam, szerintem lesz egy új emberpár. Mondjuk úgy, hogy lesz egy új Ádám és Éva, a modern kori új pár, akik utat fognak tudni mutatni, és ők iker lelkek egyébként. Tehát ők ugyanazok. És ők lesznek azok, akik elindítanak egy új történetet, ergo szerintem új Biblia is fog születni, vagy azt is mondhatnám, hogy egy új teremtés történet, mivel, hogyha átlépünk a tényleges aranykorba, akkor teljesen új élet mi volt fog elindulni itt a Földön, de ahogyan mondtam, számomra még mindig kérdés az, hogy ez fizikálisan fog -e létrejönni, vagy csak szellemi szinteken, szerintem szellemi szinteken. De az nem jelenti azt, hogy mi nem leszünk. Az nem jelenti azt, hogy a mi lényegiségünk az nem fog megmaradni, sőt, hát én azt gondolom, hogy ott fogunk leginkább kiteljesedni. És ott valóban nem fog megjelenni a szenvedés, mert kilépünk belőle. Ugye jó kérdés az, hogy hogyan lehet ebből kilépni? Hát valaki meg tudja azt mondani pontosan, százszerzélékosan, hogy hogyan lehet kilépni a szamszárából. Hát szerintem nem, szerintem nagyon sokan csak találgatnak, hogy oké, okay, ugye van, az, hogy próbáljuk meg azt a középutat tartani. Szerintem nem. Tehát ez én nem gondolnám, hogy csak ennyi lenne. Szerintem itt sokkal több mindent kell letenni, sokkal több mindent kell felvenni, és egy olyan erős kaminon kell végigmenni, amire nem mindenki képes, és amit nem is mindenki vállal el. Mert hát elég sok áldozattal jár. Nagyon sok mindent le kell itt tenni. Nem mindenki képes arra, hogy mindent letegyen és hogy helyette olyan dolgokat vegyen föl, ami, hát ami mondjuk az engedelmességről szól. Hát ma a mai korszakunk mindenről szól, csak nem az engedelmességről, hát látjuk, hogy milyen szabadosság van. De szerintem ez nem jó, és én azt gondolom, hogy így nem is lehet elérni azt a rendet, amiről mondjuk én olyan nagyon régóta beszélek. Szóval nekem van egy olyan gyanúm, hogy a paradicsomi állapot nem tudott fizikálisan megvalósulni, vagy épp csak egy pillanatra, pillanatig. Aztán ez az egész bedölt. Bedölt, mert lehet, hogy a jó Isten is rájött arra, hogy fizikálisan nem tudja létrehozni ezt. Nem lehet létrehozni, mert ahogyan megjelenik az anyag, az ember elkezd akarni. Tehát tulajdonképpen ott abszolút -e megjelenik rögtön az egó. Szellemi szinteken szerintem nincs ego és nincs akarat, mivel nincs mit akarni. Tehát csak fizikális mi voltban jelenik ez meg, mert szellemi szinteken az ember nem akar sem szerezni, sem birtokolni, sem megtartani, sem foggal körömmel ragaszkodni, mert nincs mit. Hát ahogyan az anyag megjelenik, és ez az, az egész besűrűsödik egy ilyen sűrű állapotba, egy ilyen nehézkes, Ügyi alakul ez a történet, onnantól kezdve mindenki elkezd akarni. És ezt az akaratot letenni, és azt, hogy az ember igazából soha semmit ne vegyen magához, ezt nem tudjuk létrehozni, mert a fizikális testünket táplálni kell, mert valahol laknunk kell, mert fizikális cselekedeteket kell tenni azért, hogy. Itt tudjunk lenni, de hát ki akar itt lenni? Ugye ez is nagyon jó kérdés. Meg miért akarunk itt lenni? Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit olyan, mint a 22-es csapdája, hogy itt vagyunk, és fizikumban vagyunk, és nagyon nehezen tudjuk kiszűrni ezt a sok hatást, és még a legfelkészültebb emberek is szerintem néha elcsábulnak. Tehát azért teljes is, hogy a állapotban lenni, Hát igen, Butha is erről beszélt, hogy az is lehetetlen. Tehát egész életünket nem tudjuk leélni az kézisben. De ugyanakkor az sem jó, hogyha az ember egész életét mondjuk úgy, hogy végig zabája mindenféle szinteken, tekintetben hogy a kettő között megtalálni azt az ösvényt, azt az utat, hát szerintem ez a legnehezebb feladat ugyanúgy, ahogyan a legnehezebb feladat az, hogy egyensúlyt teremtsünk. Nem tudunk egyensúlyt teremteni a Földön. Évmilliók óta nem vagyunk erre képesek. Nem lehet ezt az állapotot megcsinálni, szerintem, meg hát nem csak szerintem, hát az eddigi itt ezt mutatja hogy nem, nem bírjuk ezt megcsinálni, mert én is azt gondolom, hogy ha egyensúly lenne, akkor Onnan talán ki tudnánk lépni innen, ebből az egész katyvaszból, ami itt van, és ö, tudnánk tovább működni az aranykorban, ami nem fizikális, hanem szellemi, és ugye én arról is beszéltem, hogy az aranykor mindig is volt. Csak mi kizökkentünk belőle. Tehát aranykor most is van, és mindig volt. Csak mivel megjelent a fizikum, és mi kiestünk ebből, mi nem vagyunk benne. Tehát szerintem az aranykor szellemi szint, a szellemi szint aranykor, amiben nincs szenvedés. A fizikális létforma szenvedése jár, ez biztos, vagyis azt is mondhatnám, hogy vele egyenlő. De mi ezt nem tudjuk megteremteni, hogy itt ne legyen szenvedés, és azt sem, hogy aranykor legyen a Földön. Hát ez nagyon jó kérdés, meg igazából szerintem ez egy nagyon nagy vállalkozás, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan tudunk kánaán teremteni a Földön, hogyan tudunk paradicsomot létrehozni fizikálisan. Szerintem ahhoz sokkal kevesebb anyag kellene, és csak úgy lehetne ezt megvalósítani, hogyha nem lenne ennyire erős az anyagnak a szerkezete, de szerintem abban a pillanatban az anyag, mint olyan, el fog tűnni. Tehát, hogyha tényleg lehozzuk ide ezt a viszonylatot, akkor szerintem ott az anyag az bedől, és én azt gondolom, hogy most már ebben a folyamatban vagyunk benne, tehát az anyag az folyamatosan dől be. Miért? Azért, mert haladunk az áhított aranykor felé. Tehát az aranykorban nem lesz anyag, meg most sincs anyag. De hogyha nincs anyag, akkor test sem lesz. Hiszen ahhoz, hogy a testünket fent tudjuk tartani, ahhoz kell az anyagi viszonylat. Viszont, hogyha nincs anyagi viszonylat, akkor nem tudjuk fenntartani a testeket, ergo szerintem ez az egész meg fog szűnni, ugye, ahogyan van. De viszont akkor szerintem föld sem lesz. Hát, mert akkor minek a föld? Akkor minek a bolygó? Akkor tulajdonképpen ö, üres lesz ez az egész. Mert nem lesznek emberek, nem lesznek testek, nem lesz anyagi viszonylat, nem kellenek épületek, és sorolhatnám. Ugye? Minek? Meg hát most vegyük ide a négy elemet, akkor nem kell víz például. Mert hogyha én szellemi szinteken foglalok helyet, akkor nem kell folyadékkal ellátni saját magamat, mivel nincs testem. De akkor táplálkoznom sem kell. Meg akkor nem kell lakást bérelni. Jaj, de jó lenne, én annyira szeretnék egy ilyen állapotba eljutni, komolyan mondom, mert ez őrület, ami itt van. Tehát őrületté vált a földi létezés, és egyszerűen olyan abszurd életet élünk, meg egy olyan abszurd világban vagyunk benne, hogy szerintem ez a legostobább, a legalantasabb és a legelvetemültebb korszak. Nagyon szeretnénk már egy olyan állapotban lenni, hogy ne kelljen a fizikummal foglalkozni. És szeretnénk most már egy magasabb rendben lenni, hogy ne kelljen ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen dedos szintekről, meg dolgokról beszélni. Na mindegy. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az édeni állapot az emlékezetünkben él, mondjuk úgy, hogy a zsigerünkben, vagy egy magasabb tudatállapotban, egy magasabb tudati rendben, de szerintem ez fizikálisan nem nyilvánul meg, pontosan azért, mert arról beszéltünk, hogy az édenben, az aranykorban nincs szenvedés, akkor ergo ez nem fizikális mi volt. Hát nagyon érdekes ez a kérdés, és szerintem sokat fogom még vizsgálni meg azt, hogy a szenvedésből tényleg hogyan lehet kilépni, szerintem erre fel kellene építeni egy ilyen projektet. Szerintem ez ilyen nagyon sok tételből áll, meg én úgy látom, hogy ez olyan, mint egy ilyen lépcső. Tehát, hogy különféle lépcsőfókon kell keresztül menni, de ezek nem fizikális lépcsők, hanem, hanem ezek ilyen tételek. És hogyha az ember ezeket a tételeket tartja, megtartja, és csinálja, akkor szerintem ki tud ebből lépni. Mert én azt gondolom, hogy ez a cél. Hát mindenképpen ez a cél, hogy letegyük az egót, az akaratot, a vágyat, mindent, és hogyha ezt letettük, tehát hogy tulajdonképpen semmivel ne kössük ide magunkat, ez a lényeg. Én nem is akarok már olyan dolgokat termelni, kialakítani, amelyekkel ide láncolom magamat. Mert hogyha ide láncolja magát az ember, akkor nem tud innen kilépni. De hangsúlyozom, ez nagyon kevés ember dolga feladata szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a 80 az itt fog még keringeni elég sokáig, mert nagyon sok a tanulnivaló, és hát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lélek van, aki, aki egyáltalán nem felkészült, és akiknek biztos, hogy újra kell jönniük nagyon sokszor. Tehát éppen ezért sem gondolom azt, hogy, hogy az aranykor az olyan gyorsan el fog jönni, mert az aranykor van, az aranykorban nekünk kell belelépni, átlépni, és ott tovább működni, szenvedésmentesen, fizikális testek nélkül. Akkor, hogyha már mindent kipipáltunk itt, és minden feladatunkat elvégeztük. Szerintem ez akkor valósulhat meg. Úgyhogy vannak itt bizonyos ilyen, mondjuk úgy, hogy karma idők, amelyeket tulajdonképpen nekünk teljesíteni kell, és én azt is gondolom, hogy előbb nem tudunk innen kilépni. Hát vannak, akik próbálták, meg én is próbáltam, 27 évesen például engem úgymond visszaküldtek. És igazából az sem mindegy, hogy, hogy az ember hogyan akar kilépni innen. Hú, ez nagyon érdekes. Lehet, hogy ez lesz a következő adás témája, hogy hányfajta ilyen kilépés van. Mert sokféle van. Tehát nem mindegy, hogy az ember, vagy mint ez a lélek létező, hogyan akar kilépni a fizikális testből, mert ugye azt is tudjuk, hogy a halál nem egyenlő azzal, hogy megszűnünk, mert a halál után még nagyon sokféle variáció van. Vannak, akik visszaszületnek, rögtön, vannak, hát rögtön, vagy elég gyorsan, Szerintem olyan nincs, aki rögtön visszaszületik, hanem kell egy bizonyos idő, amíg eltelik. Vannak, akik később születnek vissza, és nem gondolnám, hogy nagyon sok olyan létező van, aki még ne született volna vissza, vagyis aki abszolút -e ki tudott volna lépni ebből az egészből. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Azt nem mondom, hogy játék, mert nem játék de engem nagyon érdekelne az, és igazából most lehet, hogy furcsat fogok mondani, de nagyon szívesen beszélgetnék valakivel, aki már abszolút -e ki tudott lépni ebből az egészből, mivel hogy szellemi szinteken is lehet beszélgetni, tehát nem kell hozzá fizikum, hogy ő mit mond el erről az egész történetről, de hogyha kivetítem saját magamat tulajdonképpen ebbe az állapotba, akkor szerintem én most is el tudom mondani, hogy ez milyen. Egy ilyen teljes felszabadulás, megszabadulás, és szellemi szinteken olyan hatékonyan lehet működni, amit igazából szerintem itt nem lehet megtenni, mert mindig visszahúz az anyag. Tehát ez nagyon döcögős ez az állapot, nagyon sok olyan akadály van fizikumban, amit nagyon nehéz leküzdeni, tehát itt ilyen nagyon lassan tudunk csak haladni. Ilyen centiméterenként halad az ember tulajdonképpen, és nem tudom, hogy ilyen 40-50 év alatt hova lehet eljutni. Hát aki mondjuk nagyon fel van vértezve, és nagyon sokat tanul, kutat, fejlődik, és emeli ezt a szintet, ő egész jó kis helyekre eljuthat, de hogy mikor tudunk ebből ténylegesen kilépni, ez jó kérdés. Nagyon sokféle feladat van, nekem is vannak még elég erős feladataim, lehet, hogy azért sem tud megteremtődni itt az aranykor a Földön, mert a Földnek tulajdonképpen nem az a dolga, hogy az aranykort Megjelenítse, vagy hogy helyet adjon neki. Mivel, ahogy mondtam, az aranykor szellemi szinten él, és a Földön azért nem valósul meg ez, mert a Földre nem ezért jövünk, hanem azért jövünk, hogy tanuljunk, meg hát azért, hogy szenvedjünk. Hát ugye ez nagyon érdekes, de szerintem én ezt már legalább öt évvel ezelőtt leírtam, elmondtam, hogy mi pontosan azért jövünk ide, mert mi szenvedni akarunk, vagy mert szenvednünk kell. Mert a szenvedés, mint katalizátor, nagyon sok mindent kihúz belőlünk, és azt is mondhatnám, hogy elég erős a nevelő ereje. Tehát, hogy itt mi saját magunkat neveljük a szenvedéseink által. És remélem, hogy így most már érthető ez a történet. Szerintem ennek ez a lényege. És az jó kérdés, hogy ki mennyi szenvedést vállalt vagy írt. Ebbe a történetbe, meg hogy miket. Szóval szerintem ezeket is vizsgálni kell. Le kell írni, le kell rajzolni. Hát mondjuk azt, hogy Jézus elég kemény szenvedést vállalt azért, hogy teste töltsön, hogy itt legyen. De hát ő is tudta, hogy mire vállalkozik. És akik tudatosabbak, ők mind tudták, tulajdonképpen én is tudtam, mert én már gyerekkoromban lerajzoltam. És én ezeken már valamilyen szempontból végigmentem. De hát nagyon érdekes akkor az ember tulajdonképpen, hogyha a számára a szenvedés az ennyire kell és fontos, és belemegy és aláírja, és azt mondja, hogy oké, okay, gyerünk, menjünk, szenvedjünk, mert az, az nagyon jó. Igen, egy darabig, igen. Nem azt mondom, hogy jó. Tehát a szenvedés szerintem nem jó, nem rossz. A szenvedés az egy, egy ilyen adalék, amit használni kell, és ezáltal mi szerintem, olyan valakit nevelünk ki saját magunkból, aki ki tud ebből lépni. Tehát valószínű, hogy a szenvedés azért kell, hogy utána az ember ebből kilépjen. Mert lehet, hogyha nincs meg ez, akkor nem tudjuk azt, hogy miből kell kilépni, és azt sem tudjuk, hogy mi a mi dolgunk, feladatunk. Ergo nem fogjuk érteni az itteni létezésünk értelmét. Hát nagyon érdekes az, hogy ugye miért kell mindent fizikálisan is átélni. Hát valószínű, hogy ezért, a nyomaték miatt. Mert ezek a nyomatékok, súlyzók erősítenek, és dobnak föl egy olyan szintre, hát igen, tehát én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy ilyen ugrodeska, és ebből a szintből tudunk tovább haladni. Valószínű, hogy a körforgásból lehet, hogy nem is tudunk úgy kilépni, ha nem jelenik meg a szenvedés, és hogyha ezt nem éljük át nagyon sokszor. Mert nincs meg egy ilyen, egy ilyen, hát hú, de érdekes most az, ami eszembe jutott. Azt a... Szóval, igen. Tehát nincs meg az az erő, ami tulajdonképpen mi, minket innen kisegítene. Most tudjátok, hogy mi jutott eszembe? A gyerek születése. Hogy ugye ott is kell hát szenvedés, fájdalom, azért, hogy egy ember, egy másik emberből, mondjuk úgy, hogy kibújjon, világra jöjjön. De ott is maga ez a erő, ami létrehozza, vagy világra segíti, mert ugye, ha nem jelenik meg ez a fájdalom állítólag, meg ez az erő, a szenvedés, most lehet, hogy nagyon furcsát fogok mondani, ezt nem én találtam ki, akkor nem tud létrejönni, nem tud világra jönni az új ember. Most szerintem, ha ezt globálisan vizsgáljuk, ezt a történetet, akkor ugyanerről beszélhetünk. Vagyis nekünk itt újjá kell születni, ugye? És nem újra. Tehát, hogyha mi újjá akarunk születni, ergo világra akarunk jönni szellemi szinteken, az aranykorban, akkor ehhez kell ez az erő, a fájdalom, a szenvedés. És akkor fogunk tudni innen kibújni, vagyis miről beszélünk, akkor fogunk tudni kilépni a szamszerából a körforgásból. Szerintem ez a kettő ugyanaz, ugyanaz a folyamat, csak ez egy hosszabb folyamat, ez egy globális folyamat, az ember születése pedig mondjuk úgy, hogy egy egyéni folyamat, meg egy tulajdonképpen ami rövidebb ideig tart, ugye? Hát kilenc hónapig plusz az a néhány óra, vagy egy nap, amíg világra nem jön a gyermek, az ember, a új ember, de ott ugye arról beszélünk, hogy ott fizikális testet kap valaki. Ugye? Tehát ö, van egy szabad lélek, aki tulajdonképpen elkezd mozgatni egy fizikális testet, és ide jön a földre, elkezdi a földi pályafutását. Én pedig arról beszélek, hogy hogyan lehet ezt letenni, és hogyan lehet úgy újjászületni, hogy a tényleges aranykorban éljünk szenvedésmentesen, fizikális test nélkül. Mert szerintem az az igazi születés, újjászületés. Amikor ebből. Kikerülünk. Hát, komolyan mondom, nem tudom, hogy ezt az anyagot kitegyem el, meg hogy mennyire fogom kivágni ezzel a biztosítékot. Fú, hát ez nagyon erős lett szerintem. Nagyon erős lett, hát lehet, hogy ki kell írni azt, hogy ö, ezt csak nagyon erős idegzetű emberek hallgassák meg, mert hogy ö, szerintem ezt nem mindenki fogja így első hallásra megérteni, de hát mondjuk én már itt tartok, tehát nekem muszáj erről beszélnem. És azt gondolom, hogy amikor az ember kilép innen, automatikusan megszűnik a szenvedés, ugyanúgy, ahogyan amikor a gyerek megszületik, akkor ott is megszűnik a szenvedés. És nyilván nem csak az anyuka szenved, hanem a gyerek is. Hát ö, szerintem ez a, a gyerekeknél is ugyanolyan fájdalommal jár, maximum ők nem emlékeznek rá. Nem tudom, lehet, hogy valaki emlékszik rá. Hogy a születése közben mi történt? Hát szerintem jobb, ha nem emlékszünk rá. De hogy az innen való kilépés, az milyen, hogy milyen hosszú, és hogy vajon erre emlékezni fogunk-e, meg úgy egyáltalán a földi kaminónkra emlékszünk-e majd akkor, amikor már csak szellemi szinteken foglalunk helyet, ez jó kérdés. Én nagyon szeretném elfelejteni. Tehát ö, én nagyon szeretném azt, hogyha már szellemi szinteken foglalni helyet, és nem kellene visszaemlékeznem arra, hogy mi volt itt a földön. Egyébként szerintem a Föld az olyan, mint egy ilyen anyami, egy univerzális anyami, amiben nagyon sok ember foglal helyet mondhatnám azt, hogy 8 milliárd testvér. Tehát 8 milliárd emberke foglal helyet ebben a burokban, és nagyon sok embernek vagy létezőnek az a feladata, az a vágya, hogy innen kikerüljön és visszatérjen az eredetbe, az egységbe, Isten országába, az aranykorba, a nirvánába, az édenbe, a kánahámba, nevezzük úgy, hogyan akarjuk. De szerintem mindez, amiről most beszéltem, nem valósult meg a Földön, csak szellemi síkon, szellemi berkekben, és mi innen jöttünk, és ide is vágyunk vissza. Bár nem biztos, hogy mindenki innen jött, Ugye ez is jó kérdés, mert szerintem voltak, akik ilyen alantasabb szintekről érkeztek ide, és soha nem tapasztalták még meg azt, hogy milyen az aranykorban lenni. És nem is aranykori emberek, hát ez látszik, ezt tudjuk. Nagyon sok olyan ember van, aki csak az ösztönös vágyainak él, és azt is mondhatnám, sőt, hát én azt tanultam, hogy vannak, akik ilyen állati sorból inkarnálottak, vagy jöttek ide, bár ugye ez is nagyon jó kérdés, hogy van-e ilyen átmenet, sokan azt mondják, hogy nincs, de tényleg vannak olyanok, akiknek az ösztöneik nagyon erősen azt mutatják, mint hogyha, hát a korábbi testetöltéseikben nem emberek, hanem állatok lettek volna. Sajnos. És ezt a szintet megugorni, hát szerintem ez egy elég nehéz ügy, viszont akik meg már egy ilyen magasabb szintről jöttek ide-vissza, ők pontosan tudják, hogy, hogy miről beszélnek, hogy milyen ez a, az állapot, és ők szerintem, hát ki fognak tudni lépni ebből az egészből. Ez nagyon érdekes, hát nem tudom. Szerintem fogom ezt még folytatni. És nem tudom, hogy nyilvánosságra kerül-e ez az adás, meglátjuk. Bár igazából szerintem a többiben sem beszéltem Kevésbé könnyedebb témákról, de szeretném hozzátenni, hogy én is csak gondolkodom. Tehát ezek nem fix pontok, tények, hangosan gondolkodom, mondjuk így, nem kell elfogadni őket, de hát majd meglátjuk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek lesz igaza, meg hogy egyáltalán mondjuk én mit fogok tudni még feltárni az elkövetkező időszakban.